Ez a Pápavárosi Televízió híradója augusztus 16-án. Köszöntöm nézőinket! Időről időre érkezik olyan lakossági észrevétel a vízműhöz, hogy klóros a víz, ezért fehérlik a pohárban kiengedés után. Ez azonban nem igaz, hiszen a mélyfúrású kutakból érkező vizet nem kezelik klórral, mondta el megkeresésünkre Vörös Dániel, a Pápai Vízmű ZRT vezérigazgatója. Az ásványvíz minőségű tapolcafői víz nem igényel klórozást, maximum a csövek mosatásakor használnak ilyen anyagot. A Pápai Vízmű ZRT tapolcafői vízbázisán két darab 400 méter mély és egy darab 375 méter mély kút működik. Ezekből a mélyfúrású kutakból kerül a víz a pápaiak otthonába, magyarázta Vörös Dániel, a Vízmű ZRT vezérigazgatója. A mélyebb rétegekből szívjuk idősebb vizet, mindenféle szennyezőanyagtól mentes, tehát ebben nincsenek mikroműanyagok, körülbelül 10 000 éves vizet isznak Pápán, és az említett 20 település, amit még innen látunk el. Emiatt Pápán a klasszikus értelemben vett víztisztító berendezésre nincs szükség, a vízben található mindenféle élőszervezetet azonban itt is eltávolítják. Itt fertőző képes élőszervezet, illetve olyan, ami egészségre káros, az nincs, de mégis, mivel a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer, az ivóvíz, ezért nekünk olyan határértékeket kell tartanunk minden egyes paraméter tekintetében, hogy nulla. Tehát nincs tűréshatár, itt minden olyan szervezet, ami esetleg benne találtathatik az ivóvízben, azt ki kell, hogy vegyünk. Ehhez használják az UV-fertőtlenítőt. Ez nem is fertőtlenítő, hanem csirátlanító, tehát minden egyes élőszervezetet elpusztít, még hogyha mondjuk ez klórral, vagy klórszármazékokkal, klórgázzal és egyéb ilyen fertőtlenítő szerekkel csinálnánk, azok csak fertőtlenítenek, és vannak klórrezisztens, illetve vegyszerrezisztens baktériumok is, amiket ugye ezzel nem lehetne eltávolítani, de ezt az UV megoldja. Klort azonban a Pápai Vízmű ZRT is használ. A hálózatban is lehetnek olyan helyek, főleg csőtöréskor, amikor esetleg fertőzés kerülhet bele, ezért egy nagyon minimális klort teszünk az ivóvízbe, klórgáz formájában. Ez 0,3 mg lehet literenként benne, mi 0,05-öt rakunk bele, tehát a hatodát, mint amennyi az előírás. A csapból kifolyó, olykor fehér színű víz azonban nem a klórozás jele, hanem a levegő buborékoké. Ez nem a klórtól van, hanem attól, hogy a csapoknak olyan funkciója van, ami beszívja az oxigént, és az segíti egyébként a szennyvíz tisztítást a későbbi folyamatokban. Tehát az, hogyha letesszük a pohár vizet, és ezt hagyjuk, és kilevegőzik, akkor látszik, hogy ezek buborékok formájában szállnak fel. A klór nem képez buborékokat, sőt, magának a klórnak nem is fehér a színe, hanem sárga. A pohárban esetleg látható fehér szint tehát a levegő buborékok okozzák. Június közepén indult és holnap ér véget az országos erdei vándortábor. A Bakony Erdő ZRT a kezdetek óta részt vesz a programban egy közel 75 kilométeres túraútvonallal, mely a legnépszerűbbek közé tartozik. Az idei nyáron 640 diák és kísérőik látogattak el ennek keretében a Bakonyba, hogy a hétnapos táborban megismerkedjenek a Bakony szépségeivel és a természeti környezet nyújtotta élményekkel. Ez 5 kilométer az egész tár. Jó, de ez nekünk általában 6 óra. A térképet tanulmányozza a budapesti erdei vándorcsapat, a Szárhegyi kilátóhoz indultak. A 7 nap 6 éjszakás táboruknak a mai az utolsó előtti napja. Szücsáron Márk harmadik éve vesz részt a különös kalandban. Én mindig a túráért jövök főleg, meg a társaságért, hiszen valamilyen nagyon különleges érzés, hogy együtt túrázunk a táborral. A csapatok a Bakony rengetegeiben nagyon sok természeti és épített értéket is megtekintettek. Nekem ez a Szárhegyi kilátó nyerte el a legjobban a tetszésemet. Itt a környezete és a maga felépítése is szerintem gyönyörű. A Bakonyi túraútvonal egyik különlegessége, hogy az erdei vándoroknak több helyen kell nélkülözniük a modern világ vívmányait. Így jogos a kérdés. Van élet a mobil nélkül is? Természetesen. Hát azért jövünk ide. A 18 diákot 4 felnőtt kísérte. Mint mondták, számukra is nyaralás az erdei vándortábor, és a gyerekeknek nagyon sok hasznos tudnivalót ad a program. Növényismeret, állatismeret, és ami nálunk nagyon erős, a népdalismeret. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekek ne csak osztályon belül ismerjék egymást, és ezek a túrázások, kirándulások nagyon jó alkalmat teremtenek arra, hogy a iskolai közösség is erősödjön. A Bakony Erdő ZRT által immár 7. éve biztosított erdei vándorprogram idén is nagyon népszerű volt.
Az elmúlt 2 hónapban 21 csoportot fogadott az erdőgazdaságunknak a Bakonyi útvonala, és most már biztosan mondhatom, hogy 646 fő vett részt idén a Bakonyi erdei vándortáborban. A Bakonyi útvonalon a 7 nap alatt közel 75 kilométert tesznek meg az erdei vándorok. Bakonybélből indulnak, aztán Huszárok előpusztán táboroznak, végül 2 napot Hubertlakon töltenek. Az első napon a Borostyán kúthoz látogatnak, és a kertésküli szurdokba, második napon meglátogatják a Bakony legmagasabb pontját, a Kőrishegyet, majd hazafele még egy barlangtúra van az Udvaskai barlangnál. 5. napon a Huszárok előpusztáról túráznak a tanösvényünkön keresztül Hubertlakra, 6. napon a Szárhegyi kilátóhoz van túra, majd ezt követően 7. nap a Vid kilátópont érintésével térnek vissza Bakonybélbe, és így zárul az egyhetes vándorlás. A programot a Pannoncsillagda, a Nagyteveli-tó és az erdei iskolai foglalkozás teszi még élménydúsabbá az erdei vándorok számára. A pápai és pápa környéki fiatalokat is várja soraiba a Magyar Honvédség. Szeptembertől indul újra az önkéntes katonai szolgálat, melyre elsősorban azokat várják, akik nem nyertek felvételt a kiválasztott felsőfokú intézménybe. De a most indult LINCS programba is lehet jelentkezni. A most zajló toborzás keretében szeptember 11-e a jelentkezési határidő, tudtuk meg Sós Gyula alezredestől, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 6. hadkiegészítő és toborzó központ parancsnokától. Augusztus 11-én hirdette meg a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség modernizálásához kapcsolódó új toborzó programot. A LINCS páncélozott harci járművel ellátott lövészzászlóaljba a pápai fiatalokat is várják. Hódmezővásárhelyre szeretnénk azokat a fiatalokat invitálni katonai szolgálatra, akik úgy döntenek, hogy erre a LINCS páncélozott harcjárművet szeretnék vezetni, vagy ennek a feladatai során szeretnének csatlakozni. Az elmúlt időszakban itt pápajárásban, a munkaügyi hivatalban nagyon sokszor megfordultunk, és próbálnánk azoknak segíteni, akik úgy gondolják, hogy esetleg katonaként szeretnék az elkövetkezendő időszakban éveket, jó hosszú éveket eltölteni. A kiemelt feladatot ellátó lövészzászlóaljba elsősorban a fiatalabb korosztályból várják a katonai hivatás iránt érdeklődőket. A jelentkezés feltétele az, hogy 18. életévét valaki betöltse, legyen büntetlen előéletű és legyen állandó magyarországi lakhelye. Mivel hogy ez egy erős fizikai és szellemi kihívás, ezért azt szoktuk mondani, hogy a 30-35 év az, akit mindenképpen szeretnénk megszólítani. A leendő lövészek elsőként egy 8 hetes alapkiképzésen vesznek részt. Utána az az elvárás, hogy 3 éves jogviszonyt írjanak alá, és onnantól kezdve 3 évig hódmezővásárhelyen szolgáljanak. Ez egy speciális feladat, és ez egy speciális juttatást biztosít a Magyar Honvédség. Az azt jelenti, hogy aki jelentkezik erre a katonai szolgálatra, hódmezővásárhelyre, 737 000 bruttó jövedelmet kap. Azért mondom a bruttó részét, mert ha valaki 25 év alatti, az nagyjából 600 000 forint nettó, ha a fölött van, akkor olyan 480 000 forint nettó jövedelemről beszélünk. A kiképzés szeptember 11-én kezdődik, a Honvédség mielőbb várja a jelentkezőket. A részletekről az irányasereg.hu weboldalon is tájékozódhatnak az érdeklődők. A Magyar Atlétikai Szövetség Szolnokon rendezett U20-as atlétika országos bajnokságán ezüstérmet szerzett a Pápai Atlétikai Klub kalapácsvetője Füredi Dániel. A sportoló ennek köszönhetően részt vehetett az Izraelben rendezett Európa-bajnokságon. A pápai atléta a jeruzsálemi selejtezőkörben remek formában volt, idei legjobbjával 72,89 méterrel a 6. helyen jutott be a fináléba. A legjobb 12 között második kísérletére 72,49 méterre dobta a 6 kg-os szert. A folytatásban még 2x70 méter fölé jutott, ám javítani nem tudott, így egy nagyon szép 6. helyjel fejezte be az európai kontinens viadalt. Híreink után nézzük a pápai MH47. Bázisrepülőtér meteorológiai csoportjának holnapi előrejelzését. Csütörtökön nagyrészt napos idő várható, de napközben időszakosan megnövekedhet a felhőzet. Csapadék, futózáporok, esetleg zivatar formájában fordulhat elő délután. Gyenge lesz az észak-észak-keleti szél, mely zivatar környezetében megerősödhet. A délutáni csúcsfőmérséklet 28-30 fok között alakul, holnap hajnalra 20-21 fokig hűl a levegő. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója szerdán. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!